Sok szeretettel köszöntünk mindenkit innen a Góranga House-ból, ugye erről az új alternatív szegedi közösségi térből, és bemutatnám előadónkat is egy néhány szóban, Bhakti Pád Prabhu, egy Krisna hívő szerzetes, utazó, tanító, de néhányaknak lehet, hogy úgy ismerősebb, hogy coach, tréner és más divatos szakszavak. Ma ő fog nekünk egy kicsit segíteni eligazodni, egy kicsit misztikus, rejtélyes jövő terén. A mai témánk ugye a baljós proféciák dekódolása, úgyhogy ennek kapcsán föl is tenném az első kérdésemet, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki a jövőbe lásson, jósoljon, vagy ezzel kapcsolatban bármit is prognosztizáljon, hogy mi lesz a jövőben, mi vár ránk. Hare Krishna! Hát először én egy kicsit távolabbról közelítenék az egész dolgot. Lehet, hogy mielőtt beszéljünk, hogy mi kell hozzá, nézzük meg most mi történik, mi lenne, hogy így innen induljunk, és utána majd kiderül, hogy hol tartunk, mi a valóság realitása, mi a elképzelések, és ugyanakkor hogy lehet, hogyha nem egyezik a valósággal, akkor hogyan tudjunk megnézni a valóságot. Szerintem kezdjünk arról. Most én tőled kérdezem, vagy te kérdezél tőlem, Krisna, kérdezél tőlem, hogy mi, vagy én kérdezem tőlem, mi történik most igazából. Hogy mi ez a most, hogy mik vannak, milyen példák vannak a proféciák, jóslások. Mert utána beszélünk, hogy mi kell hozzá, hogy ezt megértsünk, vagy dekódoljunk. Jó, oké. Hát ugye a leghíresebb jósok a történelem során, nézzük akár a delfói jósdát, hogy egy ilyen antik példát nézzünk, vagy egy kicsit közelebb, ugye kb. 500 éve volt a talán leghíresebb ilyen jós Nostradamus, hogy ő hogy csinálta. Ugye érdekes, mert eleve a módszere, hogy ő nem is egy képzett asztrológus, hanem asztronómus, tehát csillagász, és emellett főként orvosként praktizált. És négy soros költeményei vagy versei voltak, amikben nagyon konkrét dolgot igazából keveset mondott. Tehát általában természeti jelenségeket, időjárási jelenségeket és általános dolgokat mondott el. Ez nem egy konkrétum, csak egy példa, hogyha keleten felköl a nap, akkor a nagy király trónjának a sarkát megsüti majd, és az egerek elszaladnak mellette. És mondjuk ezt a jelenkor kódfejtői úgy szokták megmagyarázni, hogy mondjuk egy jelentősebb történelmi személy, akkor majd valamiféle intrikának lesz az áldozata, hogy valamiféle pucs fog rá várni, nagyjából így szokták magyarázni. És ugye Nostradamusnak nagyon sok olyan jóslata van, amit végül is ezzel a módszerrel megfejtettek, és próbálják így konkretizálni, hogy mi vár ránk például 2020-ban. Nem tudom, hogy ezekről beszéljünk esetleg, hogy erre az évre milyen érdekességeket tartanak számunkra. Hát például egy kevésbé vidám dolog, egy harmadik világháború kitörése, az kiolvasható, kibogozható az ő jóslataiból, ami elvileg 27 évig fog tartani. Akkor uralkodóknak a halála például az angol királynőre, akkor olyan földrengés, ami megváltoztatja a földnek a térképét, gazdasági válság, világméretű tűzvész, mondjuk ebből azért volt már ízelítő, de ő Európára is ilyesmit jósol, embereket a Holdon, hogy 2020-ban emberek fognak a Holdon élni, és nagyon nagy világméretű viharokat. Sok egyéb mellett, ez egy néhány ilyen érdekesség, amit én összegyűjtöttem, hogy 2020-ra ilyen nem túl barátságos forgatókönyvet írt ő számunkra. Nem tudom esetleg, hogy nézzünk olyanokat, amik a múltban, vagy a múltra vonatkozó jóslatai voltak, és esetleg már beigazolódtak helyjel közzel. Ugye egy közelmúltbeli például a 2008-as évi világválságot, gazdasági világválságot is
megjósolta, ha úgy tetszik, akkor ugye Hitlernek a hatalomra kerülését, a második világháború kitörését, a kommunizmusnak a bukását, akkor John Fitzgerald Kennedynek a merényletét, India függetlenné válását, Izrael megalakulását. De mindegyik esetben el lehet mondani, hogy ezek a jóslatok, ezek olyanok, hogy ezt is lehet belőle érteni, meg azt is lehet belőle érteni. Még az ő életében azzal vált egyébként híressé, hogy ugye kortársa volt neki második Henrik francia király, és hát megjósolta az ő halálát, és annak nagyjából a módját is, és az tényleg úgy történt. Úgyhogy ő volt Nostradamus. Akkor hogy nézzünk más példákat, ugye volt kicsit közelebbi példa hozzánk, egy amerikai úriember, ez Edgar Cayce, ő a 19. században élt és alkotott, és ő például a jelenkorra ilyeneket jósol, hogy a Föld darabokra hullik, már nem a bolygó, hanem a földrészek, Észak-Európa egy szempillantás alatt megváltozik, azt nem részletezi, hogy hogyan. Nem tudjuk, hogy pálmafák nőnek-e majd ott, és Japán nagy része elsüllyed. Azt mondja, a Bibliában vannak még, az egy elfogadott forrás azért sok ember számára, jóslatok igazából, hogy a jövőre vonatkozóan, hogy egy világvége a jelenések könyvében, az apokalipszisnek ott van egy elég konkrét leírás, hogy hogyan fog történni. De hogy hogyan kell ezeket megértenünk, az már egy másik kérdés. Igen. Hát van a 2020-ra, hogyha nézünk, utána néztem én, és novemberre van javaslat. Általában valahogy év eleje sosem pozitív, mindig inkább a év vége, november 2028, a következő dátum, hogyha ez nem válik be, hát ha az beválik. Múltkor, amit meséltem, hogy gyerekkoromban, amikor még anyukám nekem mondta, kicsi voltam, hogy Bibliában az van írva, hogy 2000-ben van vége a világnak. Akkor van egy másik, van kettő párt, kettő csoport általában, nagy két csoport, akik próbálnak valamit kideríteni, jósolni. Az egyik csoport ez próbál ilyen ezoteria keresztül, meg mindenféle írások, meg mindenféle varázslatok alapján, meg mindenféle jelek alapján jósolni. De van egy más, amit te inkább beszéltél most. És van más csoport, ez a tudósok. És tudósok, ők próbálnak, mondhatjunk, van egy harmadik csoport, a politikusok. És jósolhatnak, mert tudósok, ők nem annyira mondanak a, mondjuk a háború általi világvége, ők inkább mondanak valamilyen apokalipszis, ami a bolygók miatt történik. A fő bolygót, amit ők most tanulmányoznak, ez a nap. És ezzel kapcsolattal ők próbálnak kideríteni, hogy mikor lesz világ vége. És ami nagyon tetszik a tudósoknál, hogy van egy ilyen tudós orosz, egy akadémikus, Andrej Tunyájev, aki ilyen alaptudománynak a profétája, elnöke, szóval ez egy akadémikus ember, és ő azt mondja, pont a napról beszél, és azt mondja, hát amennyi most milyen információval, tapasztalata, tudással, ami nappal rendelkezünk, az csak egy feltételezés, hogy talán ilyen a nap, talán ez történik, mert nem tudja, hát azt mondja, mert akkor fogunk pontosan a reális képet tudni a napról, mikor vagy oda megyünk, szóval, és megtapintjunk a dolgokat. Idáig ez csak feltételezések, kitalációk. És ez nagyon tetszett, hogy ő ezzel kezdi a saját véleményét, hogy nem pontos semmi. És az ők elképzelésük alapján, ami érdekesség,
hogy ők azt állítják, ami nem pont így van, hogy a nap az hidrogén, és hidrogén héliumra alakul, és mikor átalakul a héliumra, most nem magyarázom, hogy hogyan, de lényeg, és ez ettől lesz a hő meg a fény. És azt mondja, hogy ha most idáig mondjuk 4 milliárd évig már süt a nap, akkor ez bármennyi hidrogén mennyiség lenne, az minden elfogyna mai napra. Ők pedig azt tapasztalják, hogy nem hűl a nap, hanem melegszik. És azt vették észre tanulmányozás által, hogy ez a nap bolygó, hát matematikailag nem értenek, hogy hogyan ez a bolygó milliárd éveken keresztül világít, adja a hőt. És ők, amit maguk tapasztalják, vagy tanulmányoznak, néznek a teleszkopokba, hogy a nap bolygó, ha bár ez is egy ilyen kérdéses, de a felvételeken ők is mutatják, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy mutatják, hogy lehet látni valamilyen objektum száll a napra. És többféle felvétel van. Szerintem lehet levenni. Nincs melegetek nektek? Bírjátok? Jó, akkor szóljatok, hogyha kevés a levegő, sok kevés a nap, sok a levegő, vagy fordítva. És igen, és akkor mondják, hogy valahonnan kell kapni a napnak az energiát. És mondják, arra feltételeznek megint, amit látják, hogy valamilyen pontokat repülnek, magyaráznak, hogy lehet látni, hogy ez nem egy tárgy valami, hanem ez egy, van egy pálya, hogy érkezik a napra, hogy ez egy irányított ilyen repülés a napra, és akkor azt állítják, hogy valamiféle UFO-k repülnek a napra, vagy visznek energiát, táplálni a napot, csak ilyen furcsa nekem, hogy ilyen nagy bolygóra valaki oda repül, és ő táplálja azt a napot. Szóval most, mintha mi most bemegyünk milyen erőmű van Magyarországon? Paks. Paksra. Viszünk a aksit boltból, és akkor kicsit tápláljunk a paksot, hogy adjan tovább áramot Magyarországnak. De mi mindig feltételezésük, szóval nem mondják így. Vagy azt mondják, valaki viszi onnan energiát a napról. De ami a lényeg, hogy azt értenek, hogy valahogy külsőleg van táplálva a nap. Az jó, az helyes. És próbálnak kiszámolni, hogy mi fog történni, mikor lenne vége, mert hogyha túlmelegszik a nap, akkor ez milyen befolyása lesz univerzumra, és ez milyen gyorsan lehet gyorsan, lehet nem gyorsan, világ vége, akkor utána, szóval ezek a tudósok próbálnak ebből a szempontból, ez csak egy példát mondtam, a nappal lehet több másféle, van olyan elképzelésük, hogy van szteroidok, ami tudnak befolyásolni vagy a napot, vagy a földet, és ettől lehet egy apokalipszis. Akkor vannak írások, amit te meséltél. És amikor így nézel, követsz az ők végkövetkeztetéseket, valaki mondja, na akkor ezek szerint, amikor ott van a trónosok király, és akkor egerek, patkányok rohangálnak, akkor az világ vége. Hát mikor iskolába jártam, akkor az volt, amikor Brezsnyel meghal, akkor világ vége lesz. Iskolában mindenki sírt nálunk, mert megérték, nem a Brezsnyel miatt sírták, hanem világ végéért sírták, mert akkor lesz világháború, és akkor vége. És mindenki sírt, a tanárok, osztálytársaim, szolgáltam mindenki, ne aggódjátok, nem lesz, mitől lesz világ vége, most nem a Brezsnyel a fő tápláló az egész univerzumnak. Az is volt, szóval akkor, szóval ennyi próbálnak így
logikával vagy szimbólumok kiolvasásából megérteni, hogy ez a világ, ekkor lesz világ vége, vagy akkor lesz a világ vége. Ez ugyanolyan, hogy ha nekünk ide, hogyha mi beviszünk egy mosógépet vagy hűtőszekrényt Afrikába a törzsökhöz, és ők fognak kitalálni, hogy mire való ez a dolog. Mennyi esélyük van? Sok esély nincs. Szóval nem fognak. Valakik, ahogy ti is mondtátok, vonatkozik, vagy alá támasztja saját spekulációt a szentírásokkal. Bibliát, mondjak, nekem anyukám is mondta, Bibliában van írva, hogy 2000-ben lesz vége. Akkor te is mondtál egy pár példát, hogy apokalipszis le van írva a Bibliában. Ugyanúgy van a Korán, az alapján is lehet kimondani valamit. Meg vannak a védikus írások. Meg a maják. Maják, ez egy másik, így van. Igen. És ugyanúgy, hogyha mi valakinek kezébe odaadunk a védikus írásokat, igen, ahogy Sivaráma már egy szokott mondani, ne felejtsétek visszakapcsolni a telefonokat, mikor hazaindultok. Ja, úgy szokott mondani. Nehogy elfelejtsetek. Szóval még hogyha védikus írás, bármilyen írás, hogyha mi olvasunk, még ott se fogunk megérteni. Miért? Mert az összes tudás a világban le van kódolva. Nem lehet érteni. Ezért még hogyha mondjuk tudósok tanulmányoznak az univerzumot, emberi életét, mai napig nem tudják, mire való az emberi élet. Mert akkor iskolában tanították volna, hogy mi az élet értelme. Erről nincs is, mivel nem tudják, nincs is erről tárgy. Feltételeznek, hogy az érzéki elégítés az a fogyasztói társadalom, ez az élet értelme, vágyak teljesítése, de ez csak így megint feltételezés, de amúgy nem tudják, mert nem lehet rájönni. Miért születünk? Nem lehet megérteni és rájönni a világnak az értelmét, még hogyha olvasunk írásokat. Nem, ez nem fog működni, mert minden le van kódolva. És még, mint a világ, mint a filozófia, minden le van kódolva, és aki megkapja ezt a dekódolást, a kódokat, a kulcsat, magyarul, vagy oroszul úgy mondják, kulcs a kódhoz, akkor minden információt tud dekódolni. És ami, mi ez a kulcs, honnan tudjunk szerezni, ez a védikus szempont magyarázza, hogy van ez a lelki tanítómester láncolat, guru parampara. És ez a lelki tanítómester láncolat, ez a guru parampara, na ők, ez egy, ők feladatok hagyomány szerint vinni a kulcsot a kódhoz. És ezért aki általában, aki csak így saját magától mondja feltételeket, vagy végkövetkeztetéseket a dolgokról, az sose lesz igaz. Miért? Hogyha ember magától elolvassa akkor a szentírásokat, bármit, tanulmányi ez a világ, a tudós, mindegyik egyforma lesz. Miért? Mert embernek van négy hiánysága. Hibákra hajlandó, akkor illúzióban van, nem látja tisztán a dolgokat, akkor az alapján, hogy lehet valamit megérteni, amikor illúzióban vagy. Hajlamos csalásra, és mi volt a negyedik? Érzékek tökéletlenek.
érzékekkel nem lehet felfogni. Ha nekünk az a, ez a négy hiba van, így esélyünk nincsen rájönni a dolgokra. Csak önmagában tanulni írásokat nincs esélyünk megérteni. Mert mi magunk nem vagyunk tökéletesek, és ezért kell egy kulcs, ami kívül van, ami négy hibákon keresztül. Hibákon kívül van. És a lelki tanítómester láncolat, ez a parampará, ők megkapták ezt a kulcsot, hogy hogy kell megérteni a világot, a Istent, lelket, életünket. Ők ezt megkapták az első forrástól, Istentől, és akkor ez volt a Bráma. Bráma ez az, egy, az eredeti lelki tanítómester, guru, Ádi guru. Ő átadta a saját tanítványnak, akkor az ötöt tanítványa a saját tanítványának, és de csak azoknak adja, akik képesítettek erre, hogy őrizzenek változatlanul ezt a tudást. Tudást és a kulcsot, a kódot. És amikor mi ezt megkapjunk, mert mai napig ez lejön, olaszám, akkor ezzel a kulcssal segítségével a mi számunkra helyreáll az egész puzzle az életről. Minden. Érthető lesz, hogy működik a test, mi az élet értelme, mi a kapcsolat, mert és például egyáltalán nem tisztel ki Isten a világban, még akik vallásos embereknek neveznek munkat, soknak nem tisztel ki Isten. Valaki van, nagy, atya, fenntartó, büntető, ez már nem igaz, mert nem büntet. Szóval sok minden ilyen elképzelés van, de pontosan most mondjuk, hogy pontosan leírjunk le, az nincs. De ez egyik. A másik, hogy mi a kapcsolat Isten és a lélek között. Többféle szempontból mi a kapcsolat Isten és ez a világ között. Az sincs, de ezzel a kulccsal, és sok vita van. Az az érdekes, hogy az a, általában a kulcs, hogyha nincs kulcs, akkor csak vitatkoznak. Mert ez így értelmezi, ez úgy értelmezi. De amikor megvan a kulcsod, akkor vége minden vitának, mert teljesen tökéletesen értesz, hogy ez miért van. És az alapján bármilyen fake információt nem dobnának ki internetre, vagy bárhova, világ végéről, vagy elejéről, vagy közepéről, mivel te, neked megvan a kulcs, téged nem lehet félrevezetni. Te tudod, mi a terve a világnak? Miért van létrehozva? Ez a világ, ez egy terve alapján. És mikor látod ezeket, hogy van egy terve a világnak, ekkor-akkor volt létrehozva, ez az a cél, ez történik közben, akkor lesz a vége, akkor bármilyen 2000, 2008, 2020, 2028, vagy nem tudom hány évet lehet mondani, maradsz nyugodt, mert tudod, hogy ez nem Istennek a terve. Ezért fontos a forrás, hogy a forrás az azt jelenti, hogy ez a lelki tanítómester láncolata, aki adja nekünk, ő a forrás a kulcsnak, hogy hogyan lehet értelmezni a, akár jóslásokat, és a többi dolgot. Itt van a Srimad Bhagavatam könyv, akkor teljesen tökéletesen le van írva, és nem írják, hogy most ez a korszak. Például ott se írják, ott írják, hogy van négy korszak a világban. Múltkor mi beszéltünk, hogy hány évig tartanak, 1.728.000, és így tovább. De, és mi akkor megálltunk, jó, akkor mi most abban vagyunk a negyedik korszakban, aki 400, melyik 432.000 évig tart, 5.000 év ezelőtt leelkezdődött, de akkor itt is lehet mondani, de várj, de te miért így mondasz? Valaki tud jelentkezni, mondani, hát nem, én úgy tudom, hogy mi 28. korszakban vagyunk, 7. életet éljünk, 8.031 évet tart, amióta elkezdődött. Valaki így mondja.
De ahhoz, hogy ez meg legyen védve, hogy nem én elhiszem ennek a könyvnek, hanem ez a könyv, ő megvédi minket a kitalációhoz, hogy most mely korszakban vagyunk. Ránk bízza, hogy mely korszakban vagyunk, hogy mi rájövünk, ő megmondja, ennek korszaknak ezek a jellemzők, emberek ilyenek, ebben a korszakban ilyen, így élnek, harmadik így, a negyedikben így élnek. És akkor mi nézünk, aha, igen, kevesebb az ember, mindenki szent, hát most nem pont így van. Akkor van egy-két ember, aki nem követi Isten akaratát, most se pont az van, fele-fele, az se. Hanem, és akkor olvassunk, negyedik, félreértéseknek a korszaka, háborúknak, vitának a korszaka, betegségeknek a korszaka, rövid élet a korszaka, zavarodottságnak a korszaka, és tovább, akkor az alapján mi megértjük, hogy mi most ebben a korszakban vagyunk. Nem azért, mert valaki kimondta, hanem a jellemzők alapján megértjük, hogy mi most itt tartunk, és akkor a múltkor is beszéltünk, oké, mi tudjuk, hogy 5000 év valamennyivel, 100 valamennyivel előtte kezdődött. Ez is könnyen ellenőrizhető, le van írva, hogy a minden korszakváltásnál milyen bolygóállása van. És hogyha mi asztrológiába beírjunk a dátumot, megnézzünk, milyen bolygóállása volt akkor, akkor ez megerősíti. Hogyha nem volt semmi, akkor nem az a dátum. Szóval, mert a változik a korszakok, és változnak a bolygóállások, szóval itt ellenőrizhető minden. És ez a lelki tanító mester láncolatnak a kulcsa hozzátartozik, hogy nem csak hidd el vakon, hanem adja a kulcsokat, hogy hogyan tudsz meggyőződni, hogy ez az információ igaz. Valamilyen információt el tudjunk ellenőrizni, mint most akkor, amit beszéltem korszakokról, milyen korszakban vagyunk, mikor kezdődött, ugye, asztrológus, az asztrológus, meg tudjuk nézni. De vannak olyan dolgok, ami most még nem tudjuk ellenőrizni, de mivel vannak bizonyítékok több részről, amit ellenőrizhető, akkor valamit nem ellenőrizhető, de azt már el tudjunk fogadni, már tudjunk bízni, hogy idáig, amit tudtuk, ellenőriztük és bevált, akkor ami most nem ellenőrizhető, nem elérhető tudatunknak, akkor bízunk, hogy az is igaz. És az idővel meggyőzünk, hogy ez így van. Mert nem minden, rögtön minden lehet itt 100%-ban ellenőrizni. Szóval ez a kulcs, hogy hogyan tudjunk dekódolni, kell, hogy legyen egy lelki tanítómester, aki tagja ennek a láncolatnak, a paramparának, a guru paramparának ez a neve, vagy szampradája, ez is, ez a szó. Ez így, ez a lényeg. Nem tudom, neked valami van? Nekem is van kérdésem, de közben megkérdeznénk másokat, hogy van ehhez kapcsolódóan kérdésük, sőt, akik az interneten figyelnek minket, hogy kommentben föltehetik a kérdéseiket. Addig, amíg ez meg nem történik, addig én meg is kérdezném, hogy a legtöbb ilyen ezoterikus jós gyakran mondják, hogy álmában látja a jövőt. Elképzelhető ez? Van ennek valamilyen alapja? Van. Igen. Lehetséges, de megint kell ez egyféle tisztaság. Mert álmában mindenkinek ott történik valami. De hogyha valaki tiszta személy, akkor miért nem? Csak amikor te valamit megálmodtál, az kell, hogy megerősítsen utána a lelki tanítómester, szádu, vagy guru, lelki tanítómester megerősítse a te álmodat, az nem csak, hogy független álmod van, hanem ez, ennek kell, hogy legyen megerősítése, csak akkor igaz. Akkor a guru, a szádó, ez azt jelenti, hogy valamilyen szentnek írásai,
Shastra és a védikus írások. Mert az igazság az mindig ugyanaz, és mind a három, a szentírás, a száduk, vagy a sásztra ez a szentírás, a száduk, ezek a szentek, akik írták, megvalósított szentek írták valamit, tudás erről, és a telelki tanító mesteret, a guru, az igazság minden háromban mindig megvan. Ez egy ilyen biztosító rendszer. Hogyha amit te mondasz, és nincsen megerősítve se guru, se szádu, se sásztrával, akkor annak nincsen erős alapja. Uh-huh. Szóval ezért ez a rendszer, ami létre van hozva Isten által, bebiztosítja, hogy ne legyünk vakkövetők, meg saját álmoknak és a vak dolgokban ne legyünk, hogy én így álmodtam, vagy ez történt velem, és akkor ebbe megyek. Nem, hát ez, hogyha meg van erősítve, akkor igaz. Nincs megerősítve, nem igaz. Ez a jó, hogy mi biztonságban tudjuk érezni magunkat, hogy ne legyünk felre vezetve valakinek az álmájával, saját álmunkkal. Szóval ez így működik. Köszönöm szépen. Következő az lenne ugye, hogy hát többé-kevésbé azért minden ilyen jóslat, amit hallhatunk, ilyen elég szörnyűséges dolgokat mond, hogy mondjuk a Srimad Bhagavatam és más védikus írások is ilyen borzalmas jövőképet festenek elénk? Hát ő nem jövőképet, ő jelenképet is borzalmasnak tanítja, írják. Miért? Azért, mert ez a világ, ez nem léleknek otthona. Szóval mi most nem vagyunk otthon. Nem tartozunk ehhez a világhoz. És mondják, hogy most is, hát mi benne jó. A test az rohadt egyfajtából. Szóval mi megszülettünk, Srila Prabhupád azt mondja, hogy volt neki egy ilyen beszélgetés, amikor beszélnek, hogy hát miért ilyen igazságtalan van a világban, hogy fiatalok meghalnak? Srila Prabhupád azt mondta, az azt jelenti, hogy nem volt fiatal. Tehát csak 5 éves volt, mert az már öreg. Tehát hogy csak 5 évet élt? És akkor ő magyarázza, hogy öregkor az nem az évekhez kell kötni, hanem öregkor ez a halál előtti állapot. Aki meghal, akkor az már előtte öreg volt. Így mondja Prabhupád. Ez a világ, ez tele van veszélyekkel. Most is látjuk, mi történik itt a koronavírussal, nem lehet tudni most hova fejlődik dolog. Akkor, ha nem lesz ez, lesz másik, mindig valami van, és senki nem tudja, bármikor lehet háború. Gondoljuk, hogy milyen szép és jó, már most lehet mindenkinek egy autója, minden négyzetméterre televízió otthon venni lehet, mert nem tudom, miket lehet csinálni, de ez egy pillanat alatt mindennek vége lehet. És az, hogy mondjuk világ vége lesz csak 2-400 ezer-27 ezer év, az nem jelenti, hogy nem lehetnek katasztrófát, ahol nagyon erősen meg lesz viselve az emberiség a Földön. Vagy a háború, attól még lehet. Amikor lenulázva lesz mondjuk a villany, mert minden is, akkor elkezdjünk gyertyázni. Fülgyertyát. Szóval erről van szó, hogy védikus írások, a szentek, és mindenki azt mondja, hogy ez a világkép már most borzasztó. Dukhalája sasvatam. Hát csak szenvedni. Szenvedni kell. Dolgozol. Először a gyerek szenved. A gyereknek sose lehet csinálni, amit ő akar. Nem? Most menj tanulni, most ez, most az. Nem szabad neked, ami felnőttnek szabad, az neked nem szabad. A felnőttnek lehet autót lehet vezetni.
dohányozni. Senkinek nem lehet, de gyereknek mondják, na majd mikor nagy leszel. Mint hogyha majd egy kicsi addig ez méreg, mikor nagy leszel, ez már nem méreg. Ez is egy ilyen kicsit furcsa. Szóval gyereknek semmi nem lehet. Utána, amikor egy gyerek azt gondolja, na amikor én nagy leszek, mint apukám, akkor végre azt csinálom, amit akarok. Egy nagy illúzió. Mert mikor leszek nagyom, akkor azt csinálok, amit mondja a főnököm, ami mondja a feleségem, a feleség, ami a férjem mondja. Szóval sose vagy szabad, akkor nem tudsz, hogy milyen biztonságban vagy. Bármikor betegség, háború megtámadnak az utcán, Zsolti tudja mesélni biztos a múlt munkából, hogy mennyi, milyen történetek vannak. Szóval az dukhalája, szenvedéssel tele a világunk, az életünk, és a sasvatán minden ideglenes. Szóval nem egy jó kép. És mondja, adhatóbra megyigeszó. Érdeklődj, az a világ azért van, hogy érdeklődj az önmegvalósításére. Kicsoda Brahman, kicsoda Isten. Ezért van világ. Másképp börtönbe vagy. Nem vagy szabad. Mi nem vagyunk szabadon most. Ezért nem kell félni a jövő borzalmas képet, mert már most szebb a kép. Csak van egy ilyen illúzió, ez a illuzorikus, ez egy energia, ami úgy elhiteti, hogy minden rendben van. Na ez egy illúzió. Minden jó, minden szép. Mint a repülőbe. Mentünk repülőbe, és minden szép és jó volt. Mindenki ott beszélt, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Jött a turbulencia, egy kicsit megrázta, még beszélnek. Még egy kicsit, amikor már dobálta a gépet, csend lett. Na, mindenki gondolta, na most miért? Biztos a fele imádkozott, nem tudom ki mit csinált, valaki pánikba esett, és kész, nagy csend lett. Fú, ennek a jó repülésnek, jó kis beszélgetés témáknak egy pillanat alatt vége lett. Aztán ment, jó darabig dobálta, utána megáll, amikor abban hagyta, egy perc múlva mindenki elfelejtette, és már megint megint minden rendben van. Hát ez nem pont így van. Mindig vannak veszélyek. Ez a kép a jövőről neked. Na de összességében még kellemetlen embert várhatunk, mint ami most van? Tehát hát kell-e most... félnünk, bocsánat, ilyen nagy háborútól, nagy természeti katasztrófa, nagy árvíz, mint amiket mondjuk a Nostradamus és társai előre jeleznek, sáskainvázió, ilyesmi. Hát most én nem arról akarok, mint most csinálnak a YouTube-on a dolgokat, ezek a fake dolgokat, direkt pánikkelt is. Jaj, most ezt nem kaptatok, nem tudjátok, hogy valóságot az országról, vagy a világról, sokkal drasztikusabb a helyzet. Ez nem erről van szó most. Én nem akarok még egy ilyen ember lenni, aki ilyeneket pánikkeltő fake információkat adja. Inkább én máshogyan válaszolok, hogy a világnak az egyensúlya a harmónián alapszik. Egyensúly, harmónia, ez a törvények működtetnek az univerzumot, a bolygónkat. És összhangban van az ember a cselekvésével, a karma törvényekkel. Hogy az emberiség tiszta életet él, követi Isten parancsolatokat, mondjuk így, a Isten akaratát, akkor ő összharmóniában él egész univerzummal, a bolygóval. Ekkor minimalizálva van háborúk, katasztrófák. Hogyha ember nem követi Isten akaratát, akkor ő diszharmóniában van, ő megszegi a boldog élet törvényeit, akkor bontja fel az egyensúlyát, a harmóniának, egyensúlynak, és világ vissza fog hatni.
Például, hát csak azt lássunk, hogy most mennyire szemeteljünk, kizsákmányoljunk a bolygót, és ez már mennyi most visszahatás van, hány állat tűnik el az élet a bolygóról, meg sok minden, milyen szennyes minden. Ez azért, mert nem tiszta utat járunk. Most is valahol utaztam, mentem, ahol csak megyek, valahol ilyen országúton, vagy valami kisebb utakon, annyi szemét van mindenhol. Nem értem. Mondjuk én, mint egy ember, én nem bírnom kidobni ekkora semmit. Én nem tudom kidobni az ablakon, autóból, természetbe. És azért nekem nehéz megérteni, hogy itt élünk otthon, a bolygón, és dobáljunk így össze. Ez tele van szemétel Magyarország. Ez csak egy dolog. Mennyi állam mészárása történik? Ez bűn, ez nem. Még hogyha van húsevő ember, védikus, és Isten akarata engedi, de nem vágóhídokon, hanem te öld meg az állatod, mondd meg egy mantrát, amikor megülsz, a megehetsz. Szóval, Isten mondja, nem jó enni, de húst, nem egy jó dolog, de hogyha te az vagy, oké, de akkor van erre speciális módszer. De hogyha te mészárolsz, tömeges gyilkolást csinálsz állatokkal, ez bűn. Szóval akkor gyártjunk egyre több-több fegyvert. Amikor túl sok a fegyver a Földön, akkor rendezve lesz háború. Ez egy karma törvény. Szóval én érted, nem fék információ, csak mutatom, hogy működik a világ, és ma alapján értjünk és látunk a katasztrofákat, vagy háborúkat, amit kérdezel. Szóval ez így fog történni, hogy ezért ez el lehet mondjuk megérett mondjuk egy háború, vagy katasztrofa, és hogyha hirtelen sok ember tiszta útra áll, akkor ez a háború lehet tolódni az eredményt, vagy lehet törölni. Szóval ez nem pont így van. És a jóslás, amikor van, nem mindenre, valamit nem fog változni, mint a négy korszaka sose fog változni, és a világ vége az nem fog változni. De a katasztrófák, amik most tudjunk, vagy nem tudjuk megélni, háborúk, azokat lehetne befolyásolni. Az emberiség hatalmában van, de akkor komolyan kell venni, és meg kell változtatni a saját életünket. Szóval nem kell finanszíroznunk a hús, a mészárlást, akkor szóval meg kell tanulni, mi az a tiszta élet. Hogyha elkezdünk Istent imádni, szolgálni, azonnal tudjuk az egész bolygónak a karmáját tisztítani. Csak ez megint nem úgy kell, hogy én kitalálom, hanem hiteles úton, erre van hiteles módszerek, hogy ezt hogyan csináljunk, akkor fog működni. Másképp ennyi, minden, bármi történhet. És ezért, hogyha nincs változás most, ami most hogyan élünk, inkább úgy mondani, ahogyan most élünk nagy tömegesen a Földön, hogy Szodom Gomorraként élünk az életet, akkor a garantált, hogy valami fog történni. Mikor nem lehet tudni, az lehet holnap, bármikor, ez már bármikor lehet, mert nagyon megvan így, hogy mondjunk, hevesítve a helyzet, nagyon heves a helyzet. Ezért gyorsan kell változtatni az életünket, legalább az, aki józanul, aki tud gondolkodni, és kinek van kapacitása, amiket most mesélek megérteni. Mert minden egyes emberből áll a mi karmánk. Mert karma úgy van egyéni karma, van családi karma, akkor van a város karma, és városoknak a karma, a város lakók teremtenek. Ezért minden városban kicsit más hangulat, mikor megyünk, igen.
Mert nem véletlenül születünk egy városban, hanem a karma szerint születtünk. És annak van egy hangulata. Akkor van országosoknak a karma, azért kultúra, miért más a kultúra más országok, más a karmájuk. És van földbolygónak a karmája, ami az összes föld lakó embernek az összesített karmája. Ezért, hogyha egyénileg mi változunk, akkor mi tudjunk befolyásolni, szóval nem a forradalomokkal kell, nem azzal a kormány szídjünk egyfolytából, kritizálunk valakiket. Ez könnyű, de mit csinálsz pozitívat? Mit csinálsz építő jellegöt? Ez csak ugyanolyan rombol, amikor kritizálsz őt, itt, ott, meg ezt, meg azt az embert kritizálod. Ez nem pozitív, nem építő jellegű. Építő jellegű, amikor én változok. Mert a jó sokkal hatalmasabb, mint a rossz. Hogyha a Földnek csak egy bizonyos százalék ember tiszta útra áll, az már képesített lesz befolyásolni az egész Földnek a karmáját, hogy ne legyen háború, ne legyen katasztrófa. De ahogy most megy, majdnem mindenki, 95-ahány százalék megy, mint a zombi ezzel a kultúrával, ami nem kultúra, hanem jó kívánságokkal, szándékokkal kikövezett pokolba a vezető út, az akkor garantált, és az bármikor történhet egy probléma. Mert most, amikor már túl csepp lesz, az annyi lesz, hogy mondjuk túl csepp lesz a karmáról már, utolsó, és nem tudjuk, mikor van ez az utolsó, akkor egyik vezetőnek az valamelyik országban, amelyik mondjuk atomfegyver rendelkezik, megfordul itt valami, megnyomja. Annyi kell, nem kell sok, és nem tudjunk, hogy hány csepp marad. Meg pánikot keltettem? Mert szerintem pont jó lehet. ne legyen pánik, értsünk, hogy változtható. Változtható, ne aggódjunk, ne szígyünk senkit, inkább nézzük, mit tehetünk. Oké. Okay. Főleg hát a fiatalok. Akkor a kérdés meg is van. Mit kell tegyünk? Mit kell tegyünk? Keresünk hiteles képviselőket. Itt van a Srila Prabhupád, és Srila Prabhupádnak a követői, ők a Srila Prabhupád, ő rendelkezik ehhez a lelki tanítómester láncolathoz, amiről már beszéltem korábban, a Guru Paramparához, és ez azt jelenti, hogy ő azt a dekódoló kulcsot tartja magával, vagy nekünk tud adni, vagy adja, a követőknek odaadta, szóval követőktől kaphatunk, tudjunk dekódolni a proféciát, sőt, ahhoz tartozik, mert a mit jelent egy kulcs? Az nem csak az, hogy tudod, mi van, hanem hát miért ez, mivel ez ilyen, akkor ezt is ezt kell csinálni. És a Guru Paramparával, a lelkitanítómester láncolat, ami megint nem csak a guru, hanem guru, akkor ugyanazra van leírva a sásztrába, szentírásba, és ugyanarról az van a szentektől megerősítve, mert amikor guru mondja, a lelki tanítómester, aki látszolatnak a képviselője, megint nem mondja csak saját magáról. Ő azt mondja, amit megkapta saját lelki tanítómestertől, és meg van erősítve megint a szádukkal, az a szentek által, és a szentírással, a sásztrával. És akkor ilyen, ezt kell keresni, az első, ezt kell keresni, hogy amikor nekem is interneten mindig küldenek, nem is, nem baj, küldjenek, nekem nem probléma, de szokták küldeni ilyen emberről előadást, ilyen előadást, olyan dokumentum dolgot, ilyet, olyat. De nekem jó, küldhetnek, megnézhetem, de hogyha ők nem hiteles tagok, akkor ez végtelenségük van ilyen előadások. Ezért az első lépés, hogy tanuljunk meg az, hogy nézzünk a hiteles, keresünk a hiteles dolgokat, nem ami valaki szépen beszél.
vannak karizmatikus emberek, jókat szépen beszélnek, és nagyon tetszik mindenkinek. Nem. Értsünk, hogy honnan van információ. Amikor ő azt mondja, én szerintem, én azt gondolom, az már fake. Ez már nem jó. Nem én gondolom, hanem hogy van. Honnan tudom? Tudom a lelkitanító mesteremtől, aki a saját gurutól tudja, ugyanaz szentek is megerősítenek, és a szentírás. Az alapján mondom. Na, akkor ez hiteles, az nem fake információ. Amúgy volt Budapesten, amit is voltat a Govinda Klub, most hallgatom Srila Sivarama Maharajnak egy előadását, és ő azt mondta, hogy itt is, amikor valakik maguktól kezdenek hamisítani értelmezést a szent dolgokról, a Istenről, írásokról, vagy ilyesmiket, ugyanúgy kell büntetni őket, be kell tiltani, mint mikor valaki hamisítja a márkát. Mert hogyha most mi veletek megcsináljunk itt valamilyen márkát, autót kitaláljunk, az aparózsot átalakítjunk egy kicsit, és ráérünk, hogy Mercedes-t, minket komolyan megbüntetnek, nem? Ez egy bűncselekmény. Mert ezek a márkák csak vannak hiteles cégek, akik ezt a márkát adhatják. A többi az nem szabad. Ezzel van mindig is kormánynak, gondolom, komoly munka, hogy ezeket leszűrjenek. A hamisított, hamisített árut. Ugyanez is egy áru. Ez az információ, ez a tudás, amit mi most beszélünk, ez egy áru. És Sivarama Maharaj azt mondta, hogy ő azt javasolja, ugyanúgy erre is kell büntetni. Aki nem hiteles képviselő, az ne beszéljen. Mert hamisítja a dolgokat. Az jó javaslat. Nem biztos, hogy valamikor lesz ennek a folytatása, de szóval ő egy szent ember, ezt mondja. Szóval ez azt jelenti, hogy nekünk kell érteni, hogy tanuljunk meg a használt kínai hamisítványokat megkülönböztetni egy igazi tudástól, ami hiteles. Ez az első, amit kérdezem, mit kell csinálni? Azt kell csinálni, nem azt, ami tetszik, hanem azt, ami hiteles. Mert sokszor a hamisítvány is jobban be van csomagolva, és olcsóbb, nem? Hányszor van, amikor mész autópályán, most egyre ritkább, lehet, hogy rendőrök dolgoznak, nem tudom, de amikor régen megállsz egy parkolóba, jönnek hozzád árosok. iPhone 20.000 forintért. Szóval legyen gyanús. Amikor nekünk mondanak, hogy dolgokat, és nem kell semmit csinálnod, olcsón adnak a dolgokat, és úgy mondják, hogy neked tetszem, az egy kicsit furcsa. Mert a igazi dolgok nincsenek ingyen, nincsenek olcsón. Szóval ez az első, hogy ne engedjünk magunknak becsapni. Szóval a hitelesség kell, hogy legyen ez. Ez az első. És utána a második, megvan a hiteles, akkor hallgatni kell. Kell hallani őket, tőlük hallani, és kérdezni, és addig kérdezni, ameddig nem értjünk meg, miről beszélnek, mit kell. És meg kell kérdezni, mit az, ami nekem fontos tudni. Mi az, ami nekem fontos megérteni. És utána vissza kérdezem, jó, értettem ez így? Az a jó. Akkor fogsz, képesített leszel te is, bárki közöttünk, dekódolni bármilyen jóslatot. És az hiteles lesz, nem lesz hamis. Jó, köszönöm. Akkor egy módszert azt már kaptunk, de most én akkor egyet vagy kettőt visszalépnék, hogy eddig ilyen csupa ilyen negatív víziókról beszéltünk. Jú. De vannak, akik meg azt mondják, hogy itt a vízöntő korszaka. Például a Her című filmben, minden boldogság, az elme szabadsága, és a többi mondják, hogy nő a rezgés szám. Van, aki azt is mondja, hogy itt az aranykorszak. Van-e ilyesmiről szó most?
Igen, ez egy jó téma. Változnak abból szempontból a dolgok és a jóslások, amik így összességbe, most nem megyünk újra a Nostradamus és a többi májeme minden. Nem véletlenül ezekre a 2000-es évek elejére vannak, csak értelmezés, végkövetkeztetés nem mindig tiszta, de egyértelmű, mutatják, hogy valami történik ebbe a korszakba, a rövid korszakba, 2080 évek el, végétől, mondjuk 2028-ig, vagy valamennyik, az mindegy. De ezt megint nem kell így vakon elfogadni, hanem megint most mi azt fogunk csinálni, hogy először csak egy logikával most megnézünk a dolgokat, és utána még megerősítem ez a szentírásunkkal. Jó? Jó. Akkor egy kicsit könnyebb lesz dekódolni, mik ezek a világ végig, meg aranykorszakok jóslatai. Oké. Hogyha mi visszamegyünk most a 2000, mondjuk 70-es évekbe, 80-as eleje, akkor nem volt olyan világszennyeződés. Emlékeztek? Én még emlékszem, hogy kisgyerek voltam a boltban, nekünk nem lehetetlen volt szerezni egy nylon zacskót. Papírcsomagolás volt. Ez egy. A bűnözés, nem, bűnös élet, nem a bűnözésről beszél, bűnös élet az azt jelenti, hogy ez lehet, hogy államilag, törvényeileg belefér, ami akkor történt, hogyha mi most nézzünk a, mondjuk a sávat, akkor nagyon kicsi volt az aljasság az emberiségnek a világban, a 70-es években. Zárt volt a kapu, lefele teljesen megörülni. Ugyanakkor, hogyha megnézünk, lehetőségek lelki fejlődésre ugyanolyan zárt volt. Ott is, szóval ez a főső vonal. Miért? Nem volt egyáltalán díjazva, hogyha valaki vallásos, nem volt díjazva, semmi információ Istenről, nem volt ennyi egyház, meg semmi. Nem volt védikus tudomány terjedve, vagy nagyon nehezen lehetett terjeszteni. Zárva volt minden. Most, ahogy szétesett a szoctábor, hogy szokták mondani, azóta van ilyen változások, hogy most már olyan aljás dolgokat lehet csinálni a világban, hát ott van internet, lehet bármit onnan leszedni, ami történik is, mi szerencsére nem tudjuk, hogy mit jelent terroristák, hogy mi történik, aki bekerül a terroristák között, mit csinálnak ott az emberrel. Jó lenne, hogy ne is csak a hallásból tudjunk, nehogy tudjunk így valóságban. Akkor az, hogy a tömeg és alkoholizmus történik most mondjuk a templomok előtt, mint a Győr, karácsony előtt, két hónappal előtt, hogy csak isznak és buliznak egy szent templom előtt. Ez ilyen nem volt. Szóval nagyon lehet degradálni. Kábítószerek, alkohol, még hát ez időszakomban kábítószer. Én sosem láttam egy embert kábítószerbe, hogy mondjuk. Belőve, úgy szoktak mondani. Sose láttam. Szóval ez nem volt. Most se látom, mert nem járok ilyen helyeken. No, nem, ezért nem is tudok megkülönböztetni most, ki be van kábolva, szerencsére. De nagyon lefele most lehet degradálni, ahogy csak meg tudsz örülni. Mindenféle felvonulásokkal kezdve, bevonulásokkal,
végén, szóval annyi sok minden van, ami, mert mi most nem azt nézzük, mit mi akarunk, liberális, hanem mit enged Isten. Szóval ez a mérce. Nem az a mérce, mi a törvény, mert most sajnos, mert régen, amikor mondjuk most nem a kommunizmus időkre, amikor királyok idejében volt, a törvényeket, amikor királyság törvényírása volt, vagy alkotmánya, az Isten könyv szerint volt. Mert ez a mérce, ez a induló pont, hogy Isten törvény adta, megadta a törvényeket, és azt mondta, hogy így élsz, akkor nem lesz karmát, akkor egészséges lesz, hosszú életed lesz, blablabla, pszichológiailag is leszel jobban, minden szempontból. Most nincs kapcsolat. Most ez a liberalizmus, ez teljesen így, hát én ezt szeretem csinálni, akkor változtassuk meg a törvény, hogy így legyen. Mert te is szeretsz, én is, akkor már megvan. Akkor jogos, az már nem bűn. Tehát az, ami nem bűn a alkotmány szerint, az még Isten előtt lehet, hogy bűn. Szóval most ez történik. Szóval nagyon meg van nyitva lefele, te azt csinálsz, amit akarsz. Liberális. Ott van Amsterdam, kábítószer hitelesítve van. Nem probléma. Tehát, hogyha ott van hitelesítve, az nem jelenti, hogy Isten is hitelesítette. De ugyanakkor, megyünk a pozitív, ez volt a negatív, ugyanakkor a másik, az, hogy van fölfele is most lehetőségek. Ahogy mondtam, régen nem volt sok információ a lelki irányába, a fény irányába nem volt. Most pedig mi tudjunk hallani, elérhető számunkra, hiteles. Most nem csak úgy mondom, hogy nézzétek, mennyi ezoterikus mindenféle dolgok vannak a világban, hanem mennyire elérhető igazi hiteles és a leg magasabb dolgokhoz. Sőt, az út is van egyszerűsítetve. Szóval nagyon meg van nyitva fölfele. Szóval, ami most történik, amit tudjunk látni, azok a személyek, akik, szóval nem, inkább úgy nézzük, és emberiség itt van, választó úton. Hogy itt mit választok? Választok fény utat, a fény az megint hiteles. De az, hogy kitalálok, az még nem hiteles. Meg hogyha spirituális úgynevezett dolgokat gondolom én, az nem biztos, hogy oda vezet. Csak hiteles út, mint a Budapestre, hiteles út, M5-ös ez a hiteles. Hogyha én azt gondolom, hogy nem tudom, melyik megy út a Békés Csabára, a Hódmezővásárhelyre, hányas út? Valamelyik út, 40, 50, 60, valamennyi, igen. És gondolom, na akkor megyek Pestre ezen az úton, ez nem oda vezet. Szóval a spirituális életben annyi út van, és amikor mondják, csalok, minden út oda vezet, ez csalás. Nem mindegyik út oda vezet, csak egy. Csak M5-ös Budapestre, Szegedről, vagy 5-ös. Hosszabb és lassabb. De gyors út egy. M5-ös. Szóval ezért vannak, nem mindegyik út oda vezet, van pár lassú út, amit oda vezet, és van gyors út. És most, ebben a korszakban, hogy mi most élünk, megnyílt a kapu fölfele, hiteles utokon, gyors és könnyítített módszer, hogy tudjunk elérni a legfényebbsebb dolgokat, mondhatjunk ki. És mi most választás előtt vagyunk. És ezek a jóslások, amik vannak körülöttünk, valakik mondják az apokalipszisra, igen, hogyha én választom a sötét oldalt, akkor nekem az lesz apokalipszis az életem. Az igaz. Akkor mondják, hogy aranykorszak. Az is igaz, mert hogyha fényt választok, hiteles utat, akkor számomra lesz aranykorszak. És ezt írják a védikus írások, hogy 500 évvel ezelőtt elkezdődött aranykorszak. Ez azt jelenti, hogy mit jelent a aranykorszak?
az, hogy megvan lehetőséged felszabadulni, megvalósítást kapni, és felébreszteni Isten irányi szeretetet, és megszabadulni minden szenvedéstől. De nem magától fog történni, hogy mindjárt kisétálod, és aranyeső lesz, magától csak aranyér lehet. De én rajtam fog múlni, hogy én mit élek, a sötét korszakot, vagy arany korszakot. Mit választok, én akkor azt fogok kapni. Szóval ez a lehetőség, ezek a változások, vagy ezek a mindenféle jóslások, az, hogyha mi dekódoljunk a szentírásukkal, a Száda Guru Sastra, megint szentírások, a szentek és a lelki tanítomester által, akkor így, ezzel a kulcssal így tudjuk érteni a jóslásokat, mert sokszor ellentmondásosok, de most látod, hogy egybe kettő van. Uh-huh. Van sötétség is, és van világosság. És nem lesz arany középot. Vagy középot nem lesz. Most nem lesz. Vagy oda fogsz menni, vagy oda. Nem tudsz itt megmaradni. Választás fogsz tenni. Akinek nincs tudásuk semmiről, automatikusan választás lesz lefele. Ezért kell információ, kell tudás. Hogyha az van, akkor jó lesz. Ha jól értem, akkor igazából bármiféle jövő is vár ránk, akkor annak nem valamiféle elszenvedői vagy áldozatai vagyunk, hanem igazából rajtunk múlik, hogy milyen jövőt csinálunk magunknak a tetteinkkel. Igen, hát hogyha mondjuk te nem tanultál egyetemen és kirúgták, akkor te áldozat vagy? Van, aki így éli meg. Jó, csak ő csinálta. Azért lehet bárhogyan megélni, de a valóság nem az. Érted? Uh-huh. Szóval azt mondani, hogy engem kirúgták egyetemről, és én vagyok egy áldozat, ez nem valóság. Valóság az, hogy te nem csináltál semmit, és én lettél áldozat. Szóval ebben a világban mi saját magunknak az áldozata vagyunk, a hibáinknak áldozatai vagyunk. De hogyha meg akarunk szüntetni a hibát, követését, akkor próbáljuk meg tanulni, mit kell csinálni. Elfogadni megint hiteles utat. Akkor nem leszünk áldozatok. Mert áldozat, én vagyok az áldozat, ez a hamis ego. Mert van két véglet a hamis egónak. Hős vagyok, én vagyok a leg, legokosabb, legszebb, és így tovább. Vagy engem nem szeret senki, én egy áldozat vagyok, ez ugyanolyan két véglet, ugyanannak. Köszönöm szépen. Nektek van-e valamilyen kérdésetek? Illetve a kommentelőket is bátorítanám, hogy még tegyék föl kérdéseiket. Igen. Igen, ez az aranykorszak, ahogy már mondtam, hogy 500 évvel ezelőtt, plusz pár évvel, 510 valamennyi évvel ezelőtt kezdődött, ez is lehet napra pontosan mondani, csak én nem vagyok most kész, de jövő alkalommal tudok mondani, mert utána tudok járni. De tart 10.000 évig, és most csak elkezdődött, és amikor fogunk ezt, szóval ez, hogy fog fokozódni lehetőségek, és 10.000 év múlva vége lesz, és amikor vége, lehet mondom, hú, ez olyan sok, 10.000, de nem sok az, nem túl sok, hanem
megállította az élőt, de nem baj, megy a felvétel. Hanem ez egy nem sok, mert hogyha mi nézünk 432 ezer év, hogy addig tart, akkor 10 ezer év az nagyon picike, a 432 ezer évben, és utána már belezárva a felső kapu, marad csak az alsó. De 10 ezer év. Bele kell férjünk. Köszönjük szépen, ez jó kérdés volt. Van, ha minden igaz, akkor egy kis csemegénk, amit, hogyha megengeditek, akkor megvendégelnénk vele benneteket. A teás ajánlat is áll még, úgyhogy akkor mindjárt őket behozzuk. És hogyha nincsen más kérdés, akkor nagyon szépen köszönjük Bhakti Páprabhunak ezt a kifejezetten jó előadást. Azt hiszem, hogy most sok mindent sikerült helyre tenni. Pánikot megszüntettük, és a túlzó optimizmust is. Köszönjük szépen, és azoknak is, akik figyeltek, hallgattak minket, köszönjük. Köszönjük szépen, Hare Krishna.